Sziasztok! Én Bálint János vagyok, és ez a videó arról fog szólni, hogy az élet az nem fenékig tejfel, ahogy annó a szüleink is megmondták, és még mondhatni, hogy nekem sem az. De hogy miért is csinálom ezt a videót? Hát egyszerűen azért, mert a héten történt egy esemény, ami kioszt ezt az egész gondolatmentet belőlem, és szeretném átadni a gondolatot, hogy hát, ha tudok vele segíteni valakinek. A konkrét esemény pedig ö, nem volt más, mint hogy az autónkat ö, szépen fokozatosan készítjük fel arra, hogy egyre többet használjuk autópályán, mert hogy ugye vettünk vidéken egy házat, és ahhoz rendszeresen járunk le. Valamint, hogyha majd leköltöztünk augusztusban, akkor én ezzel fogok bejárni dolgozni is a PG Marénába. És mivel is azt fogjuk használni, ezért szeretnénk, hogyha minden rendben lenne az autóval. És így kicserültük a vezérmű szettet, az összes szűrőt, olajat, váltóolajat, gumikat, és most vittem el futóműbeállításra is, hogy ez is legyen rendben. És nagyon profik voltak a szerelők egyébként, mert egyből alámentek az aknába, és nem csak annyi történt, hogy jó, hát akkor futómű beállítás, kalap kabát, fizessem és akkor menjek tovább, hanem megnézték, hogy tényleg rendben van-e a futómű. És ez az, ami a futómű beállításnak egy fontos eleme lenne. Mert ugye amikor a kerék mozog, jobbra-balra, ez a lengőkar az, ami tartja alulról a kereket. És hiába állítjuk a futóművédbe, tehát számtalan szor, hogyha ez már ennyire ki van kopva, ez a kerék, oldalra és előre-hátra is mozog. Igen, ez az, amit én is láttam alulról az aknában. Ezért jó, hogy ezt megnéztétek nekem. És ezért rossz az, hogy ugye ez egy bizalmi, bizalmi kérdés, amikor elindítod a folyamatot és elköltesz egy vagyont. Hogy amikor elindítjuk, akkor ezek tényleg rosszak-e vagy sem? Nagyon hálás vagyok azért, hogy megnézték, mert én is alá mentem az autónak az aknába, és mutatták, hogy amikor mozgatták a, a baloldali kereket, akkor sokkal többet mozgattak eltenni, kelténél, mint mondjuk ellentétben a másik oldali kerékkel, és így látható volt a különbség, hogy itt ezen az oldalon van milyen probléma. És elkezdtük átnézni az autót, hogy pontosan mik lehetnek a, a, a gondok vele, és így jutottunk egy szép posztó az miket kell kicserélni, lengőkarokat, szilenteket, stabokat, toroncsapágyat, rugót, tehát igazából mondhatni az egész első futómű legfőbb olyan alkatrészeit, amik kellenek a biztonságos közlekedéshez. És hát mondhatni egy akkora végösszeg jött ki egy munkadíjjal, meg anyaggal, meg mindennel együtt, hogy az tényleg valószínűleg valakinek az egész havi fizetése lenne. Lehet, hogy a legtöbb ember az elszomorodott volna, és akkor hagyta volna az egészet a francba, viszont miért nekünk szükségünk van az autóra, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy van. Úgy voltunk vele, hogy hogy eleve erre készültünk, hogy az autóra költeni kell, hiszen kell, hogy az éves költségvetésben benne legyen az, hogy ha van egy autód, akkor. Bizony el kell végezni rajta azokat a fontos szervízeket, hogy az autó az biztonságosan és bármikor használba tud venni. Van egy nagyon jó mondás, hogy ha nem tudsz megvenni négy darab téligumit össze, felnyivel együtt az autódra, akkor ne vegyél autót. Tehát az autó az mindig egy olyan fajta uh, kiadás lesz, ami, amit amit számolni kell, és nem csak az, hogy tankolod, meg néha olajat cserélsz, hanem ezen túl minden alkatrészre oda kell figyelni. És pont úgy vagyunk vele, és nem volt ez nehéz összeretni gondolatban, hogy lehet, hogy most el kell költeni egy kisebb vagyont, honnan nézzük, de hogy inkább most költjük ezt rá, mint hogy esetleg 130 hektárs szálljunk az autópályán. Mert akkor ennél a sebességnél az totál kell lesz az autó, és nem ezt az összeget kell rákölteni, valamint mindennél fontosabb az egészségünk és az életünk védelme. Úgyhogy most még szervizben van az autó, és várom, hogy hívnak, és tudjak értemenni. De ami ehhez hozzá kapcsolódik, gondolkodásmód, hogy készülj arra, hogy esetlegesen lesznek olyan kiadások az életedben, ha van egy autód, ha van egy lakásod, egy házad, amire számolni kell. Nem véletlenül mondják azt, hogy legyen félrakva három, hat havi fizetésed, vagy pontosabban kiadásodnak megfelelő összeg otthon kp -ban. Mert lehet, hogy a boiler romlik el, lehet, hogy betörik az ablak, és azt kell kicserélni. Ha autód van, akkor aztán számtalan egy-egy probléma előjött, amit orvosolni kell. Szóval tényleg csak, ha egy dolgot jegyzem meg ebből a videóból, hogy az élet az olyan, hogy halad előre, és bizony vannak benne kihívások, kisebbek, nagyobbak, adódnak gondok, amikre, ha időbe felkészülsz, akkor egyáltalán nem visel meg. Persze nyilván fájhat minden egyes összeget kiadni azért, hogy hogy az élet visszatér a normális kerékvágásba, és mondjuk egy autónak egy nagy szerviz, ez pont ilyen lehet, amire nem számítottál, de ha idővel felkészülsz, akkor, akkor ezzel számolsz, és letudod az, hogy fú, de jó, akkor ez ki lesz cserélve, és az autó megint biztonságos, és üzemkész lesz. Szóval ez az első ilyen gondolat, amit szerettem volna átadni ezzel a kapcsolatban. A másik pedig, hát ezt párra kérdezték, hogy, hogy én sokat mosolygok, és hogy, hogy ez mennyire erőltetett. Hát azt Sokan tudjátok rólam, főleg akikkel tényleg rendszeresen találkozok, hogy, hogy én tényleg boldog vagyok, és én nagyon hálás vagyok az életemért. A történetet ismerhetitek, hiszen a YouTube-on a kezdő videó, a Bánt János története, a célok ereje. És nagyon jól tudjátok, hogy honnan indultam, hogy sokat szorom mondom már, de tényleg elveszítettem a szüleimet gyerekkoromban. Árva voltam, megjártam a. Na hát azt nem mondom, hogy a poklot Afrikában, de hogy voltam Afrikában katonaként is, és ö, ott volt például az edzőiskola, hogy én edző leesek, és ezt annyiszor megkaptam már, hogy nekem milyen könnyű, hogy edző vagyok. Hát ha tudjátok, akkor, akkor ezt nem mondjátok, hogy én a kaja pénzemből spóroltam arra, hogy el tudjak menni az edzőiskolába. Tehát nekem ott volt egy olyan határozott döntésem, hogy inkább edző leszek, és változtatok az életemben, és segítek másoknak, mint hogy megmaradjak azon a szinten, ahol voltam ott éppen egy ö, irodaházban voltam a recepción biztonsági őr, de változtatni akartam. És eljutottam ide, ahol most vagyok, és nagyon hálás vagyok az életnek, hogy itt tartok, mert nyilván saját magamnak is, hogy előre tudtam gondolkodni. És ott bizony egy olyan anyagi döntést kellett hoznom, hogy sokszor inkább nem ettem, hogy tudjam fizetni az edzőiskolát vannak ilyen helyzetek az életben, amikor bizonyos dolgot előrébb kell helyeznünk, fókuszba, hogy tudja előre haladni, és időbe előre kell gondolkodni, hogy legyen elég pénzed arra, hogy bizonyos nagyobb lépéseket, nagyobb lépcsőfogot meg tudjál lépni. Szóval visszakanyarodva, igen, én nagyon boldog vagyok így, ahogy most jelenleg élünk. Elve ez a lakás is, ahogy mondtuk a videóban, ez egy álomlakás volt, nagyon sokáig tartott megtalálnunk, megkeresnünk de rájöttünk arra, hogy tovább kell lépni, és megint egy olyan házba költözünk, hosszas keresgélés után, amit, amit már most imádunk, pedig rengeteg uh, szívás és kihívással uh, kell számolnunk a házszorítása során, és persze van olyan, amit uh, nem mi fogunk megcsinálni, hanem szakemberekre bízzuk. Tehát én biztos nem fogok hozzányúlni az áramhoz, a vízhez, meg a szennyvízhez, mert ez olyan dolog, amit, amit azért tudnak szakemberek, hogy ezt megcsinálják ahogy a nyílászárókat, az ajtókat, meg az ablakokat is berakni, én, én ezt egy brigádra bízom, a gyártóra. Viszont vannak olyan dolgok, mint a festés, a blatteri, és néhány gipszkartont kicserélni, ezeket mi is meg tudjuk csinálni, úgyhogy nagyon szeretettem, ezt meg is csinálom, és, és rengeteget tanulok közben. És lehet, hogy bullshitnek hangzik, de tényleg így van. Az élet rengeteg mindent gördi el is, de hogyha ezetnek úgy állsz neki, hogy, hogy folyamatosan tudsz belőle tanulni valamit, és ezáltal több leszel, és minden egyes ilyen tanulási fázis után, amikor meg tudsz csinálni egy adott dolgot, teljesen boldog leszel, hogy ezt te meg tudtad csinálni. Hát emlékszem, amikor legelőször írtam, ki kellett cserélni az egész csapot, mert belül annyira vízköves volt, hogy egyszerűen eltört a csap. És hiába takarítja a feleségem, kicsim rendszeresen, meg tenni, kívülről, nem lehet azt látni, hogy belülről az milyen állapotban van és amikor szólt az zuhanyzóból, hogy baj van, menjen gyorsan, hát láttam, hogy ömlött fölfel a víz, gyorsan elzárás, és akkor, jó, hát akkor a kocsiba, irány a zobi, és akkor venni egy új csaptelepet mindenestől, majd ezt beszerelni és kicserélni. És mivel éjszaka volt, én vagyok férfi a háznál, ezt meg kell tudnom csinálni. Úgyhogy uh, nekiálltam, kicseréltem, néhány Youtube videó megnézése után, és teljesen büszke voltam magamra, hogy jött egy probléma, azt én megoldottam, és ezáltal többé váltam. És bármikor meg tudnám veszerelni a csapot. És ugyanígy állok most a házhoz is, hogy nagyon sok szívás van veled, nagyon sok mindent kell de ez engem tényleg boldoggát tesz. És mivel azt csinálom, amit szeretek, hogy embereknek segítek, átadom gondolataimat, és új recepteket találok ki a konyhába, és ez is segített nektek, én tényleg boldog vagyok. És vannak olyan esetek, amik váratlanul érnek engem is, mint akár most az, hogy egy futóművállítás helyett egy komplet futóműv mindenestől ki, ki kell, hogy cseréljük az autón, ami egy anyagi. Ö, döntést ö, igényelt, és hát is mi erre időben már felkészültünk, ezért ö, csak azt tudom mondani, hogy persze az élet az nem fejegi tejfel, de hát nem is kell annak lennie. Az élet az olyan, amilyen. Az életet éljük folyamatosan, és jönnek kihívások, ezeknek nem megfelelünk, és megoldjuk a problémákat, hogy adódnak. Úgyhogy ö, én igazából ennyit akartam volna mondani ember a videóban, és bízom benne, hogy akár csak egy picit is le tudtam adni abból a gondolkodásmódból, ami, ami nekünk itthon van a, a, Krisztivel, és, és hogy, hogy átragad valami abból, amit mi képviselünk, amit én képviselek, és én ennyit szerettem volna nektek mondani, és találkozunk a következő videóban is, egy csodaszép napot és hetet kívánok nektek, és ne felejtsétek el, ha jön egy probléma, azt meg kell oldani, és minden egyes nap ajándék. Sziasztok!